Magyarországon 12 millió, Európában 1,8 milliárd dezodorpalackot dobnak ki az emberek évente. Ezeket kevés kivétellel elégetik, mert a bennük maradó túlnyomás miatt problémás az újrahasznosításuk. Engem Réti Andornak hívnak, én vagyok a Respray egyik társalapítója. Zámbó Gergely vagyok, alapítótársammal Réti Andorral gimnáziumban osztálytársak voltunk, és közös szenvedélyünk a vállalkozások világa és a környezetvédelem. A jelenlegi fújós dezodorok újrahasznosításának problémáját fedeztük fel, és erre született megoldásként a Respray. 2020 tavaszán felvételre kerültünk a BMS Z10 inkubátor programjába, itt kezdtük el kidolgozni az ötletünket, majd egy készülődős nyár után, 2020 szeptemberében meg is alapult a Respray Solutions Kft. Egy technológia szolgáltató cég vagyunk, tehát ezt az újratölthető dezodor megoldást szolgáltatjuk már jelenleg is működő dezodorgyártó cégeknek, akik szeretnének egy innovatív, új és fenntartható dezodor megoldást a piacra dobni. A megoldásunkkal negyedére csökkentjük a dezodor használatból adódó széndioxid kibocsátást, ezt egy sűrített levegővel működő technológiával és a palaszkok többszöri használatával érjük el. Hosszú távú célunk, hogy minél pozitívabb hatást gyakoroljunk a kozmetikai iparágra, ezt úgy tudjuk elérni, ha minél több emberhez eljutatjuk a megoldásunkat. Ehhez a későbbiekben szeretnénk minél több márkával együttműködve a lehető legtöbb helyszínre eljutatni a megoldásunkat. Fő termékünk a világon egyedülálló fújós dezodor újratöltő automata. Ezzel a berendezéssel a vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy a Respray automatájához illeszkedő, tehát egyedi vonalkóddal azonosított és sűrített levegővel működő palackokat vásárlói közegben újratöltsék. Az újratöltési folyamat nagyon egyszerű, néhány lépésből áll, és mindenről tájékoztatva van a vásárló. Az automata úgy lett kialakítva, hogy ne mehessen félre a folyamat, minden lépés ellenőrizve van. Jelenlegi fázisunkban rengeteg iterációval és folyton változó alkatrészekkel dolgozunk, így a verziókövetés és a legfrissebb változtatásoknak a nyilvántartása mindig problémát jelentett számunkra. Az Eurosoli csapata megmutatta, hogy milyen korszerű szoftveres lehetőségek vannak ennek a problémának a kezelésére. Valamint több fejlesztőnek a munkáját is mindig nehéz volt egy tető alá hozni. Ennek a kezelésére is nagyon jó megoldás a SolidWorks Cloud PDM rendszere. A startup projekt keretében lehetőségünk van az első évben ingyenesen, majd még 2 évig nagyon kedvezményes áron a legkorszerűbb SolidWorks szoftverekkel dolgozni. Így olyan technológiákkal tudunk fejleszteni, amelyekkel egyébként ebben a fázisban nem tudnak megengedni magunkat. Én az egyetem során találkoztam először a SolidWorks-el, ott tanultam bele a szoftver kezelésébe, és már ott nagyon megtetszett, nagyon felhasználó barát a kezelő felülete, és én azóta is abban tervezek. A koncepció terveken át a részlettervezésig minden házon belüli tervezés nálunk SolidWorks-ben történik, valamint a külsős fejlesztőktől kapott stepfájlok megtekintése, ellenőrzése is itt történik. Az Eurosoli csapata mutatta meg nekünk a SolidWorks startup programját, valamint a komplexebb tervezést támogató szoftverek bevezetésében is nagyon sok segítséget nyújtottak nekünk, így könnyű volt nagyon az átállás a hagyományos asztali verzióról a felhő alapú tervezésre.